Persze, sziasztok! Ez itt a Kolokvium beszélgető műsora, a Csak egy kávé. A vendégem az... Nem, először Kata, téged szeretném. Köszönöm szépen, elhalálozás is forrendben. Tehát Köllő Kata és Boros Kinga a vendégünk, és... Főzök egy kávét egyszer gyorsan neked, az legyen az első. Azt mondtad, hogy hosszú kávét szeretnél, igen, hosszú ugye? Kávét is. Jó. Ez amúgy egy rövid kávé, de rá fogok engedni egy kis vizet, jó? Jó, nem, hogy rá engedje. Nem rád. Azért... Feta van, vagy csak én tej? Van tej. De én rendes tejet nem, nem szeretem. De te nem szereted? Mindegy, jöhet. Most jöhet egy kicsit? Kicsi. Itt majd találsz cukrot ebben, itt meg magadnak. Most én viszont tejet, ezt akartam mondani. Allergiás vagy rá? Nem, csak nem nincs viszont, mert allergiás. Szerintem nincsen, de nem, nem hasznos ital. Jó, oké. Kinga apropóján vagyunk egyébként most itt, az éjszaka kaptam tőle egy üzenetet. Azt mondta, hogy szeretne egy kicsit arról beszélgetni, hogy milyen jó én, hogy örülök ez neked, hogy már a műsorunkban egy felhívnak, hogy jöhetnének-e beszélgetni. Ez olyan jól esett nekem, Kinga, amúgy, hogy a közönség találkozó kapcsán szeretnél egy kicsit beszélgetni arról, hogy ennek mi a jelentősége, fontossága, mi lenne. Ugye? Ezt mondtad. Én akkor dobd fel akkor a témát, kérlek. Jó. Tehát, hogy mi az, amiről te szeretnél ezzel kapcsolatosan beszélni? Hát én a kolokviumtól függetlenül is nagyon fontosnak tartom az úgynevezett oral criticism jelenségét, tehát azt, amikor a színházi szakírás elhagyja az írott felületet, legyen az most akár nyomtatott, akár online, teljesen mindegy, de amikor a kritikus kilép a képernyő elől, és jelenlévővé válik, ugye, mint ahogy Marina Abramovic, the artist is present, akkor így the critic is present, megjelenik, kiteszi magát teljes testi mi voltában valójában a színészek szeretetének vagy dühének, mindenféle nézői, hallgatói visszajelzésnek, hogy ez mivel jár, és minek köszönhetően alakul így, hogy egyre több olyan helyzet áll elő, ahol a kritikus tehát így van jelen, és nem csak az írásai által. Mivel jár ez az előadásra, színházi eseményre adott visszajelzésnek a tartalmát, illetően ez formai változás, tehát tulajdonképpen ez egy médiumváltás. Mivel jár ez az alkotó és befogadó kritikus viszonyra nézve, hogyan változtatja meg az egész munkánkat? Ez a kérdés engem amúgy is nagyon foglalkoztat. És akkor kicsit szűkítve a témát, hogy így magyar színházi vonatkozásban ez úgy tematizálódik a legtöbbször, hogy fesztiválokon, amikor meghívják valamelyikünket, teatrológust, kritikust, nevezzük magunkat, ahogy szeretné, meghívnak beszélgetéseket vezetni, akkor rendszerint elhangzik az, hogy de ne kiértékelő legyen. Bármi legyen, csak neki értékelő legyen. Itt a kolokviumon ez úgy hangzott, hogy amikor Peckával beszéltünk arról, hogy én vezethetném itt a beszélgetéseket, akkor azt mondta, hogy de ezek ne szakmai beszélgetések legyenek, hanem közönség találkozók legyenek. És akkor én hosszasan gondolkodtam azon, hogy mit is érthető ez alatt, tehát hogy vajon mi az a megrendelői elvárás. Azt annyit ehhez hozzá tudok fűzni, hogy te tudom, hogy Peckában van egy ilyen indítatás, hogy egy kicsit előadásokról beszélgessen nézőkkel, tehát hogy mi színészek vagy színházi alkotók beszélgessünk nézőkkel, és ezt úgy időközönként egy-egy előadásunkban így beszoktuk tűzni, hogy egy előadás után akkor megvárjuk a nézőket, mármint a nézők megvárnak igazából minket, és akkor beszélgetünk egy kicsit velük. Ez szerintem nem tudom, hogy pontosan mi lehet a Pecka fejében, de én azt érzem, hogy ez egy nyitás akar lenni a nézők fele. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy egy kicsit néző is egy picit benfentesebbnek érezhesse magát azzal, hogy ő egy kicsit mondjuk bele többet lát, vagy többet tud megbeszélni azzal kapcsolatosan, amit ő látott. Hát azt gondolom, hogy például az a híd szerep, amit sokan számon kérnek a kritikán, hogy ezt teljesíti, miért nem teljesíti, stb., hogy az például egy ilyen beszélgetős helyzetben sokkal jobban tud érvényesülni. Igen, csak ehhez a néző is kíváncsi kell legyen rá, de én itt két napja itt vagyok, és én két szál nézőn kívül
közül, akik tulajdonképpen ősfigurások. Én nem láttam más nézőt, aki ezeken a beszélgetéseken részt venne, még akkor is, hogyha közönség találkozónak nevezzük. És akkor én értem a kérést, és azt is értem, hogy ez nagyon fontos, hogy a néző ott maradjon egyes előadások után, és megbeszéljenek olyan dolgokat, hogy, vagy hogy elmondják, hogy ők mit láttak, vagy mit értenek, vagy mit szeret, vagy mi csapódott le bennük az előadás során, de hogyha nincs ott a néző, ezeken a találkozókon, akkor az ember úgy hirtelen el kell döntse, hogy akkor most mit hogy nyomja le ezt a úgynevezett találkozót. Igen. Én azt is értem, hogy nagyon későn kezdődik ez a beszélgetés, hiszen ha előadás utáni, két előadás után, második előadás után tartanak közönség találkozót, akkor feltételezem a néző az, minél hamarabb haza szeretne menni, pláne hétközben, és nem fogod ülni még 11 óra után, még másfél órát. Hát igen, tegnap ilyen az overnight criticism kifejezés egészen új értelmet nyert számomra. Igen. De akkor én most itt azt is felhozom, hogy én amikor 4 évvel ezelőtt, meg azt hiszem 6 évvel ezelőtt, de 4 évvel ezelőtt biztos vezettem beszélgetést, akkor az másnap délelőtt volt, akkor sem jön átlag néző. Nem. Tehát a mezei néző. Akkor nem. Egyáltalán. Akkor egyáltalán. Így még van esély, hogy egy-két ember ott marad, ha éppen kíváncsi, vagy ha éppen van ideje, vagy nem kell hajnalba fölkeljen. De a másnapi beszélgetések, akkor nem is, tehát úgy emlékszem, hogy a szakmai beszélgetésnek volt titulálva, de akkor is volt olyan kérés, hogy csak arra kérlek, hogy ne bántsál. Na most ez a nem bántás, ez nagyon tág fogalom. Ha szakmai beszélgetésnek nevezzük, akkor óhatatlanul szóvá kell tenni dolgokat, de nem tudom, hogy a moderátor, tehát nem a moderátor szerepe, feltételezem, vagy gondolom én, hogy nem éppen a moderátor szerepe, vagy a szakmai beszélgetést vezető kritikus, vagy bárki legyen szerepe, hanem oly módon, esetleg oly módon kell kérdéseket föltegyen, vagy oly módon kell megszólítson a beszélgetésben résztvevőket, akik nem, tehát az alkotókon kívül, hogy ezek a problémák egy kicsit kiütközzenek, ha vannak, mert vannak. Uh-huh. De ez sem működőképes, hiszen mindig kímélünk, tehát a hagyományos kritikaírásban is, amikor ugye szem egyedül vagy a képernyő előtt, 6-szor leírsz egy mondatot, és utána arra gondolsz, hogy na ez hogy csapodik le, és mindig a kímélés folyamata zajlik, mert hogy kímélni kell, hogy ne tegyünk szóvá dolgokat. Én nem vagyok híve az epés kritikaírásnak, sem az epés jellegű beszélgetéseknek, de néha szóvá kell tenni dolgokat, mert ha nem, úgy történnek meg ezek az előadások, mintha mindenik olyan, jaj, de milyen sikeres lenne, hogy akkor ez így nem működik az alkotók fele szerintem. Ha nem kapnak olyan visszajelzéseket, hogy néha vannak gondok az előadásokkal, vagy színészi alakításokkal. És lehet, hogy ezek a szakmai beszélgetések is arra lennének jók, kíméletesebben, de hát nem lehet, mert aztán botrány van. Vagy megsértődnek, vagy kiabálnak, vagy azért azt most mondjuk el mindazoknak, akik látni fogják ezt a videót, és nincsenek itt a kolokviumon, hogy senki nem halt még meg. Ja, tehát nem ütöttünk az ilyen senki, tehát embereket össze. Se az elmúlt éjjel, se az előtt való éjszakákon. Sőt, hát most ezt azért én mondom, nem akarnék. Na, de hát mindegy, belefutok így az öndicseredbe, de hát azért kell nekem elmondanom, mert ti nem voltatok itt mindegyik beszélgetésen, nem lehettetek ott, hogy azért itt nagyon jó hangulatú beszélgetések zajlottak, és én megkockáztatom, hogy ezeket nyugodtan lehetne szakmai beszélgetésnek nevezni. Tehát akkor, amikor olyan kérdésekről beszélgetünk, hogy különböző generációból származó színészeknek, tehát különböző színészi iskolával, az adott produkcióba különböző színészi iskolával érkező színészeknek a játékmódját hogyan lehet rendezőileg valahogy egységessé tenni, és erről beszélnek például, ez azt gondolom, hogy ez egy szakmai kérdés, tehát ez lehet, hogy közönség találkozónak nevezzük, a közönséget is biztosan érdekli, azok, akik ott maradtak, azokat érdekli. Hát ezek szakmai kérdések, tehát hogy nem arról beszélgettünk egyszer sem, hogy nem tudom, mi a kedvenc, nem tudom, sorozata az illető színésznek, vagy nem tudom, tehát nem ilyen magazinos jellegű beszélgetéseket folytattunk.
Ezt mindig érzem azt, hogy, vagy legalábbis eddig azt tapasztaltam, hogy azért nézők azért félnek ezektől a fajta beszélgetésekből, mert vagy majd lehet, hogy meg lesznek szólítva. És a nézők, én mindig azt érzem, hogy mindig attól félnek, hogy meg lesznek szólítva. Aha. Tehát, hogy ő annyira kívülállónak tartják magukat, hogy nehol nem ad, ők nem nagy, ők szeretnék meghallgatni, vagy szívesen belehallgatnának, de hadd ne ők beszéljenek róla. Aha. Tehát, hogy ebből azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen közösség találkozó talán olyankor izgalmas, amikor igen, színházi alkotók beszélgetnek egymással, és ebbe bele lehet hallgatni. Tehát, hogy akkor izgalmas, mert például most volt két kedves ismerősöm előadásokon, és ők beültek ezekre a közönség találkozókra, és ők azt mondták, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk megértettek dolgot, tehát ők nem szóltak bele. Tehát ők nem akartak ők beleszólni, nem akartak kérdezni, csak úgy figyelni szerettek volna, de hogy megértettek dolgokat, vagy milyen furcsa volt, ilyeneket is mondtak, hogy milyen furcsa volt számukra, hogy ők ezt pont másképpen gondolták, vagy tehát, hogy vagy tisztázódott bennük dolog, vagy felvesztődött bennük kérdés, hogy akkor ők vajon akkor ezt más miért látta, nem úgy, ahogyan ők. Tehát, hogy emiatt számomra furcsa, tehát néha van olyan előadásunk, ahol közönség, minden előadás után tartunk közönség találkozót, mondjuk ez főleg diákokkal van, de hogy ott is tudom, hogy tehát ők szeretik ezt hallgatni, csak ne legyenek így megszólítva, persze, hogy akkor te, van-e kérdése? Nem mindenki szeret ebbe belefolyni, de hát az alkotók közül sem mindenki akar megszólalni. Sőt, van, aki egyáltalán kikéri magának, hogy megszólítsd. De van, aki nagyon szívesen beszél arról, hogy, és ez fontos dolog, mert értem én, amikor azt mondják, hogy de most miért kell itt ülni, hogy hallgassam, hogy milyen hülye kérdéseket tesznek föl most itt, lehet, hogy egy kicsit túloztam. De hogy akkor miért nem erről beszélünk, meg miért nem az előadásról beszélünk, meg mit tudom én, mik hangzanak el. De hogy az is fontos, hogy kiderüljön, még akkor is, hogyha közhelyes ezek a kérdésfelvetések, hogy az adott próba folyamatban hogy dolgoztak az illető rendezővel, nem mindig találják meg a közös nyelvet, a közös gondolkodásmódot egyes rendezőkkel. Az is igaz, hogy nem fogja elmondani egy színész sem, hogy jaj, ez olyan szar volt, hogy inkább kimaradtam volna belőle. De van, hogy elmondják. Van, aki elmondja, de esetleg testbeszédből, vagy tekintetekből ezeket is meg lehet tudni. Vagy olyan dolgokat lehet megtudni, mint például én a tegnap érdekesnek találtam azt, hogy ugye egyszer csak golyó, bocsánat, meg legolyóztam. Eddig Gábor, Gábor, Tamás Járon színház színészéről. Mindenki golyóként ismeri úgyis. Jó, de én most arra gondolok, hogy ezt a beszélgetést Budapestől New Yorkig fogják hallgatni. És ha fogják. Igen, és felfedezik. Hogy őt, hogy mondjam, tehát végig tudott csinálni, csak rá alapozó egész estés előadást is. Ahogy most idézőjelben mondom, hogy fölfedezték, vagy rábíztak nehezebb súlyú szerepet, most nehezebb súlyú ez most, mert milyen hangzott, mert hogy ő is ugye, tehát hogy fontos szerepe volt, és úgy látszik, hogy egyszer csak eljött az ideje, hogy neki is legyen nagyobb feladata ennél a színháznál, mint kisebb család. Ez például, ez egy komoly szakmai kérdés én szerintem számomra, tényleg izgalmas az, látni ezt a már közhelyes színészi sorsot, hogy a férfi színész az 40 évesen fut be. Míg a színésznőknek van fiatalon egy... Kifutottak 40 évesen. Igen, aztán esetleg megkapják az öreghölgy látogatását, és közben 40 évesen nem nagyon. De hogy a férfi színészeknél nagyon gyakran látjuk ezt, hogy az elején ott csetlik-botlik, hagyják, hogy szerencsétlenkedjen, epizódszerep, stb. Majd 40 éves kora körül érkeznek a főszerepek, hogy ez egy... van 10 évem szinte! Ereszted a jövő! Erről nagyon sokat lehetne beszélni. Tehát, hogy ez egy fontos kérdés, hogy egy színházban, főleg, tehát a repertoár, kőszínházakról beszélünk, az emberek évtizedeket húznak le nálunk Erdélyben legalábbis egy-egy kőszínháznál, ott tényleg felépülhetnek pályák. De nálunk a kőszínházakban nem színészekben gondolkodnak. Nagyon kevés az. Hát például erről kellene beszélni, azt gondolom. Nem színészekben gondolkodnak. Fel van duzzasztva egy-egy társulat, most itt kivételt képez a figura, ami szegény. Duzzadna szegény. Igen, duzzadna, de nincs
hogy... De egyébként pont így jó. Tehát, persze, de hogy a másik sem jó, hogy felvadózz azt, vagy 40-es létszámú társulat, és akkor, és még ebben sem, tehát akkor is még van, megvan az a veszélye, hogy egy-egy színészeket agyonhasználnak, ugyanarra a szerepkörre, és akkor csodálkozik az ember, hogy már az n-edik szenvedő nőt játsza el, és ugyanarra a sémára, vagy az n-edik nem tudom milyen karaktert játsza el az illető férfi szereplő, és nem tud. Nem, pláne nem is figyelnek oda a vezetői szinten, hogy egy kicsit ki kéne mozdítani ebből a helyzetből színészeket, más dolgokat rájuk bízni, mert ha nem, akkor ugyanabba a mókuskerékbe forognak folyton, és nem tudnak újat hozni. Nincs megújulási lehetőségünk, és ezt nagyon sok példát tudnék mondani, most nem fogok mondani. De értem, teljesen értem. Mert nem tud ki fordulni magából, pláne, hanem is segítik ebben. Egy-egy ilyen beszélgetés például erre is jó lenne, hogy igen, akkor elgondolkodni azon, hogy egy-egy színész hogy látja az ő társulati helyzetét. Igen, csak azt gondolom, hogy ez is, most megint tegnap beszéltük, de most megint Viski Andrást kell idézem, hogy a színházi kultúránkkal függ össze, hogy ez, például ezek a megfontolások, hogy a mi társulatpolitika, ami a színház nagy egészében való gondolkodás, tehát túl azon, hogy legyen egy szilveszteri a népnek, legyen egy hívjuk meg Zsótért egyszer, vagy nem tudom, kit lehetne most sorolni, akik ezek, akikvel ki van pipálva a művész színház, tehát túl ezeken a nagyon first hand repertoár alakítási megfontolásokon. Ezeknek a dolgoknak a végiggondolás, én azt gondolom, hogy ez egy intézményi dramaturgnak a feladata. Tehát ez az, amit jobb helyeken intendánsnak hívnak, vagy művészeti tanácsadónak, vagy stb., ami nálunk nincsen. És aki nagyon közel áll a kritikus pozíciójához, tehát hogy tényleg egy lépés választja el, egyikük az ajtón kívül van, a másikuk az ajtón belül van, de ott állnak egymástól karnyújtásnyira, képletesen fogalmazva, és hogy se egyikre, se másikra nincsen a mi kultúránk, színházi kultúránkban igény. Vagy lehet, hogy van igény, csak nem tudom, mi nincsen hozzá, mert közben meg abban az érzékenységben, abban az érzékenységben, amit te tegnap úgy fogalmaztál meg, hogy a színésznek az is baj, ha írnak róla, és az is baj, ha nem írnak róla, hogy abban szerintem pont az nyilvánul meg itt nálunk, hogy annyira kevés a szakmai visszajelzés, amit az erdélyi színházak kapnak, hogy iszonyú nagy az éhség, a vágy arra, hogy valaki beszéljen már az én munkámról, valaki mondja már el, hogy látott engem színészt a színpadon. Na, és hogyha jön egy ilyen visszajelzés, akkor az viszont hatványozottan felértékelődik, mert egy van belőle, nem 16. Igen, csak nekem ezzel az a bajom, hogy igen, mindenki azt mondja, hogy szükségem van, nagyon jól, nagyon örülnék neki, és amikor ez megtörténik, helyek közelben megtörténik, akkor kikérik maguknak, akkor hónapokig nem fogadják a köszönésedet, kitiltanak a színházból, levesznek a protokollistáról, mert írjál, de csak jót írjál. Tehát, hogy nekem ez a problémám ezzel az egésszel, hogy nem, mi alig várjuk, hogy írjanak, de ha valami problémát is megfogalmazol abban, mondom, nem epés jellegű kritikaírásról beszélek, akkor az meg éppen azt váltja ki belőlük, hogy akkor Jézusom, hát hogy képzeli, hát ki ez, hát hogy képzeli, hogy ilyeneket ír, vagy mond. Tehát valahogy tisztelni kellene, hogy mondjam, tehát a kritikusnak is tisztelni kellene azt a munkát, ami zajlik, még akkor is, hogyha látod, hogy hát Sántit meg nem sikerült jól, de azért az alkotónak is tisztelni kell azt, hogy van valakinek bátorsága megfogalmazni dolgokat, mert az, hogy mindig minden nagyon jó, én ezt nem hiszem, tehát ilyen nincsen. Gábor, te emlékszel arra, hogy mi volt az első találkozásod a színház kritikával? Hú, a legelső? Uh-huh. Jézusom, nem. Tehát arra, hogy mikor olvastam magamról, vagy... Uh-huh. Nem tudom, nekem... Én például Zsigmond Andinak a Mi kritika még könyvét például rendkívül szeretem. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta megnyilvánulási formája. Most idézőjelbe teszem a kritikát, mert ezek nem gondolom kritikának ezeket. De hogy...
tehát hogy egy olyan színházi reflexió, tehát hogy színházra való reflexió. Értem csak, hogy de nem a klasszikus értelmű, vagy nem tudom, igen. Az a baj, hogy nem tudom megfogalmazni egészen pontosan, hogy számomra mi jelent a kritika, tehát hogy, hogy mi számít annak, és mitől meddig tart, és honnan kezdődik, és hogy, de hogy ezt a fajta dolgot, például amit Andi a könyvben ír, azt én nagyon szeretem olvasni. Tehát, hogy az a WC-n nagyon szeretem például olvasni, és az ember ott kedves dolgokat olvas. Igen, tehát, hogy... ez nagy, tehát, hogy ez is jó, meg az is azok a dolgok érvényesek nyilván. Ennek csak az a hátulütője, hogy abban az adott kontextusban, ezek a szövegek, amelyekről szólnak, akkor pont azok az emberek, akik benne vannak ebben a dologban, értik, tudják, hogy miről van szó, de 5-10 év múlva az én világon senki nem fog ezzel tudni rekonstruálni semmit abból, mert nem értik, hogy miről beszélünk. Emberekről fog maximum megtudni dolgokat, vagy vagy neveket fog megjegyezni belőle maximum. Hát, értem, amit mondasz, igen. Erre például Iván Medenicának az, aki a BITEF-nek a válogatója, és fontos, nemzetközileg fontos színházkritikus, az a válasza, hogy azzal a performatív fordulattal, amiről Erika Fischer Lichte beszél, hogy a színház egyre kevésbé egy zárt produkció, és hanem inkább eseményként definiálódik, azzal a kritikusnak a szerepe egy ilyen ítészből átbillen sokkal inkább egy tanú pozícióba. Tehát egy tanú, aki eleven élő szemtanúja annak a színházi eseménynek. Nem krónikus, de hanem krónikás. Nem az krónikus. Krónikus de hogy még csak nem is krónikás, mert a krónikás csak lejegyzi az eseményeket a menetét. De hogy valóban olyanként igen a krónikás szerep, hogy a saját tapasztalatát arról az eseményről rögzíti, és például ez egy fontos színháztörténeti forrásá válik későbben. De az biztos szerintem, hogy a kritikának most bármilyen formájáról is beszéljünk, írott vagy párbeszédes, ez a távolságtartó, mindentudó szerepe, hát ezt már régen hagytuk. Én nem tudom, hogy van-e még olyan élő kritikus a magyar porondon, aki úgy gondolná, hogy neki az a feladata, hogy messziről okosakat mondjon. Tehát senki. Tök mindegy, hogy idős vagy fiatal. Broadway-en lehet, hogy jól működik, de... Nem. Ott lehet, hogy igen, de ez... Bocsássatok. Kész lejárt az időnk? Kell menjünk előadásra? Nem. De most hát lehet, hogy leállt az a kamerám egy pillanat, bocsánat, ezt megnézem, ahogy no. Mondjátok. Igen, leállt. De vissza is jöttem. De lenekéssük a Hedda Gablert. Nem tudom. Rendben vagyunk. Nem, rendben tehát vagyunk. Tehát úgy, hogy leállt a kamera, és akkor azt jelenti, hogy... Öttől van a Hedda? Öttől. Ó, még van, akkor bőfél óránk. Mert közben rájöttem, hogy ha hívnak telefonon, akkor leáll a kamera. Mert hogy egy telefonról megy a kamera. De ezt most miért mondtad el? Mindenki azt hitte, hogy akkora stáb áll. Éppen Hollywoodból hívtak. Sziasztok! Éppen Hollywoodból hívtak, mi? Nem. Kár. Tehát most, érted, akkor most szegény hangmérnökkel, meg a többi technikusok mind a 15-tel, hát aki itt áll most. Hát igen, menjetek kávézatok nyugodtan. Persze. Igen, szóval te beültél-e most a most zajló kollokviumban? Nem, én most nagyon őszinte vagyok. Beszélünk? De volt, amikor beültél. De volt, amikor beültél. Te megnézted a tótékat? Lefotóztál, úgyhogy két cibosszák között fotóztál, az egy szakmai kün volt, nem? Jó, nem, most tény, hogy ezeken nem voltam ott. Tény, hogy eddig azért elég sok kollokviumon voltam. Most nem azért kérdeztem, hogy számon kérem. De meg akar menni itt vagyok. Hanem, hogy... Ne, nem, csak annyit akartam. Nekem még ezt nem mondta senkit. Most nekem igazából még mindig egy, ti már elmentetek egy kicsit, nekem még mindig úgy gondolat van a fejembe, hogy mondtátok ezt, hogy egy jó szakmai beszélgetés, közösség találkozó, nevezzük bárminek ezeket a fajta beszélgetéseket, akkor izgalmas, amikor egy kicsit arról is beszélnek, hogy és leállt meg egy kamera. Robbanni fog. Nem, leállt ez a kamera is. Na, szerintem ez egy égi járvány, hogy fogjuk be azt nekem. Nem, ha érkeznek beszélgetnek, szabotálni. Igen.
Nem baj, hát titeket majd kivágnak, csak azt adjuk bele. Úgy kivágnak. Na igen, tehát ezt akartam mondani, hogy akkor izgalmas számomra, amikor egy kicsit arról szól, hogy mondjuk egy előadás hogyan készült. Mert ez a lényeg, igen. Igen. Tehát, hogy mert az, hogy most az előadásban ott az a pillanat, az Isten igazából nem érdekel. Tehát azon már túl vagyunk. Tehát az előadás már készen van. Abban most nem készen van, idézőjelben már be van mutatva. De most nem fog senki koncepciót váltani azért, mert valami nem működik. Valljuk be, soha nem történt még ilyen. Hogy valaki egyszer azt mondja, hogy na már pedig én... Igen, volt ilyen? Akkor ez egy másik helyzet, de hogy alapvetően nem történik ilyen. Tehát az mondjuk számomra színészként szívesebben megbeszélem azt egy emberrel egy sör mellett, mint egy szakmai beszélgetésen. Az, hogy valaki kíváncsi arra, hogy mondjuk nekünk színészeknek, vagy az előadás alkotóinak milyen volt a folyamat, ki mit csinált benne, hogyan tette mindezt, hogyan dolgozott benne, az még néha engem is, tehát hogy engem is érdekel. Igen, tehát hogy még zárójelben megjegyezném azt, hogy a látott produkcióról időnként azért fölteszek kérdést, például akkor fontos azt megkérdezni, hogyha azt látod, hogy a rendező nagyon másként értelmezett valamit, mint ami lehet, hogy nincs is, nem azt mondom, hogy nincs is benne a darabban, mert ez nem, mert nyilván. Érted, erős interpretációja van. Igen, tehát hogy tényleg értelmezésről kell az elkészült előadás kapcsán is beszélni, de tényleg az nagyon izgalmas dolog, amikor sokszor elmesélik, akinek van bátorsága, mert nem mindenki akar megszólalni, vagy akar beszélni. De ezt nem is kell előtte. Hogy dolgoztak, tehát hogy az fontos, hogy születik meg egy produkció. Azért is fontos, tehát a kritikusnak is fontos az, hogy ő ugyan egy kész produkciót lát, de azt azért, én nem tudom, hogy mennyire tanítják ezt a diákoknak, vagy mondják el a diákoknak, de az fontos, hogy az elkészült produkció mögött munka van, tehát egy próbafolyamat van, ami nem csak úgy, én a kész terméket látom, de hát a mögött van egy csomó adott esetben szenvedés, rossz hangulat, jó hangulat, minden. Én nem azt mondom, hogy ezt mind számításba kell venni, amikor kritikát írsz, de egy-egy ilyen beszélgetésen például éppen az a helye, hogy ezeket nekem ez nagyon sokszor hozzátesz. Tehát például most konkrétan eszembe jut a tavaly a Reflex Fesztiválon láttuk a Sisi Pop társulatnak, vagy csapatnak a... hogy is volt ott a... Nem tudom, engem oda nem hívtak, úgyhogy nem tudom. Lapszuszom van. Jó, nem jut eszembe, de hogy van nekik két előadásuk, az egyik a Testament, ami az apákról szól, a saját apjukhoz való viszonyukról, ez pedig az anyjukkal való viszonyukról. Nem jut eszembe a címe. És hát nem volt annyira jó az előadás. Tehát, hogy így közben egészen csalódásként éltem meg, hogy a Testament után, ami zseniális szerintem, hogy ez úgy... olyan langyos volt, és táncoltak benne, ez volt a nagyon, nagyon fura, hogy táncoltak, és ők még csak nem is előadók, tehát ők egy úgynevezett alkalmazott színházi szakot végeztek, tulajdonképpen dramaturgok mindannyian, és nem a virtuózitást hiányoltam, hanem hogy hát olyan táncikálás volt, olyan kortárs táncszerűség féle akar lenni, valami ilyen. És elmondták az utána következő beszélgetésen, hogy azért választották ezt a formát, mert egy olyan helyzetet akartak teremteni, ami mind az édesanyjuk, mind az ő számukra teljesen idegen, senki nincsen jobban otthon abban a formában, mint a másik, és emiatt senki nem érzi kisebbnek magát. És ezért találtak egy ilyen mindannyiuk szám, és ez annyira emberi volt, hogy nekem így visszamenőleg felülírta az egész produkciót. És ilyen szempontból valóban az van, hogy értem, zsigerileg értem, hogy miért nem produkcióról beszélünk most már, mert már rég sokkal több minden érdekel egy előadás reflexióban, mint az, hogy 7-től 9-ig mi történt a színpadon. Hanem bizony érdekel az is, hogy megpofozta a színésznőt előtte a rendező, vagy érdekel az is, hogy vagy miért... közben, az előadás közben, vagy szünetében, igen.
Igen, sok minden érdekes lehet benne, hogy miért tűnt el a szereposztásból egy ember tegnap az apátalóban. Igen, és ezek a beszélgetések arra jók például, mert kritikai írásnál ezt nem tudod erre reflektálni, mert nincs honnan, egyrészt nem te dolgod, nem nincs közöd olyan értelemben hozzá, vagy nincs is honnan tudnod, igen, folyamat, de egy ilyen szakmai beszélgetésen vagy közösség találkozón, ezeknek itt a helye. Aztán ez attól is függ, hogy milyen pont adott este vagy aznap milyen hangulatban ülnek be oda emberek, a moderátor milyen igen, de látod, ez pont ugyanolyan, mint egy előadásnál, hogy ahogy reggel, éppen mit reggeliztem, ahhoz képest fogok este játszani. Tehát ez szerintem lehet, hogy mondjuk ma beszélgetsz egy szakmai beszélgetéssel egy színésszel, és rá mondjuk egy fél év múlva egyszerűen nem tudtok beszélgetni előadás kapcsán. Tehát, hogy szerintem ez is alapvetően elég normális dolog. Tehát, hogy... mint ahogy például csak azok nem nyilvános beszélgetések, hogy azok olyan dolgok is történnek, hogy egy-egy előadás megnézése után egy-egy színész érdekli, hogy mit láttál, és oda megy hozzád, és elkezdesz beszélgetni vele, és elmondod. Nem nyilvános beszélgetésről beszélek. Igen, tehát, hogy ezek is kicsit hozzátesznek dolgokat ahhoz, hogy ahhoz a színész kell kíváncsi legyen, hogy mi a véleményed róla, igen, vagy mit láttál, mert hogy én biztos nem mennék hozzá, vagy lehet, hogy nem mennék hozzá, hogy elmondjam. Akkor hozzámegyek, hogyha valami nagyon rendkívülig látok, de az, hogy elmondjam... Hozzámész? Hozzámegyek, ha megkéri a kezemet, igen, vagyis igen, tehát akkor, de hogy ha valaki kíváncsi erre, akkor biztos, hogy kialakul egyfajta párbeszéd, mint ahogy ezeken a beszélgetéseken is kialakul egy párbeszéd, vagy egy sokbeszéd, de ehhez aktívan hozzá kell járuljanak a jelenlévők is, vagy nem. Én nem akarom belétek folytani a szót. Csak több mint egy fél órája beszélgetünk. Igen. 15-20 percesekre szoktuk tervezni hát a műsort. Hát ez egy folyt. Én megnézem, hogy hol tartunk ez most. Ez egy ilyen brazil sorozat. De, szerintem állíts meg. De azt hiszem, hogy az lenne igazán jó, hogyha a konklúziót nem fogunk tudni levonni ebből. Nem. De hogy valami össz... Tehát én azt gondolom, én most egy kicsit így azért mégiscsak mondok magamnak egy kis konklúziót, ezért hogy úgy menjek el, hogy... Tehát, hogy lehet ezeket közönség találkozónak nevezni, ezeket a fajta beszélgetéseket. Lehet ezeket a beszélgetéseket szakmai beszélgetéseknek nevezni. Ugye három fél van benne. Az egyik maga az alkotó, aki az előadást készíti. A szakma, aki ezt kívülről nézi, aki azért körülbelül érti, hogy mi történik, körülbelül. És van a néző, aki alapvetően látott egy produkciót, és ő megpróbál valahogy csatlakozni ahhoz, hogy mi lehet mögötte, ez az egész mögött. Tehát azért nem tudom, tehát hogy valahogy számomra az lenne izgalmas, hogyha a nézőkben csigázódna fel a vágy, hogy ez érdekelje őket. Tehát hogy egy kicsit többet tudjanak meg arról, hogy mondjuk mi van egy előadás mögött. Tehát ezért gondolom azt, hogy ezek a fajta beszélgetések igazán akkor, és nekem színészként is akkor izgalmasak, hogyha valahogy úgy hanem arról beszél, hogy hogyan készül egy előadás. Uh-huh. Ezzel akarjátok befejezni ezt a műsort? Ezt így fölvetted? Micsoda? Ezt a te konklúzióda? Én magamnak igen így. Úgyhogy magadnak, és aztán otthon lejátszod? Na jó, én megyek. Hogy? Benne van ez is. Benne van? Benne van. Szeretnéd is konklúziót vonni? Én nem szeretnék semmi konklúziót levonni. Kinga? Én sem szeretnék konklúziót levonni. Én végzem a munkámat. Hagyjátok az én marhaságomból befejezni ezt a videót. Nem. Én azt mondom, hogy aki látni akarja, hogy mi az én konklúzióm, az jöjjön el esténként, hallgassa meg ezeket a beszélgetéseket. Vegyen részt, jobban mondva, ezeken a beszélgetéseken. Kapcsolódjon be, és ott látni fogja, hogy én mit tudtam leszűrni magamnak mindenből. Jó. Hát köszönöm, hogy kávéztatok. Én köszönöm, hogy kávét, még beittam egy jó kávét itt. Na, ugye? Hát nem. Vigyázzam, mert ez a túl minden nap fog jönni. Van értelme az életnek. Katalin most már ide beköltözik ebbe a fotelbe. Jó, köszönöm, hogy néztetek. Ez volt a Csak egy kávé. Iratkozzatok fel, mindenfélét csináljátok, és sziasztok. Hello. Sziasztok.